Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. 26 az olyan nagy szám már, hogy kimondani sok. Habár az ember életében, amikor 26 éves lesz, akkor még azt mondja, hogy hú, de már mögöttem is sok van, meg előttem is sok van. Ez nem volt semmire jó. Ma a napnak egyébként az igazi mottója az úgy szól, hogy egyenes beszéd. Tehát a nap végére, amikor elmentek haza, akkor rengeteg olyan új információt szeretnénk átadni, ami nem információ, hanem cselekvési útmutató, ami bennetek van már, csak így most közösen összeállítjuk, hogy hogyan lehet a jellegi dolgainkat alapvetően most már tényleg megváltoztatni, mert most az elmúlt 25 alkalommal folyamatosan információkat adtunk, ma konkrétan olyan cselekedett programokat fogunk ismertetni, nem csak táplálkozási szinten, hanem társadalmi szinten is, ami beindíthat változásokat, mert látjuk, hogy hiába vagyunk jó szándékúak, hiába gondoljuk, hogy az idők szavát mindenki meghallja, hát halljuk, hogy elég sok ólommal kiöntött fül van ma még Magyarországon és a világban, és szeretetteljes módon milyen lehetőségeink vannak ezen változtatni. Nem a haraggal, nem a gyűlölettel, hanem egy új harcmodort fogunk ma itt tanulni, amit mindenki ismer igazából a szívébe belül, csak idáig nem tudtuk alkalmazni, mert valahogy még nem volt ez így kimondva, ezért gondoltam, hogy egyenes beszéd szavai lesznek. Ez a délután utolsó előadásba fog kicsúcsosodni, bocsánat, utolsó előttibe. Soma már az Over the Top lesz, a női társainknak mond csodálatos dolgokat. Mi a napnak a címe, hogy kétesélyes végjáték, ami tulajdonképpen egyesélyes? Ez látszólag, ha nem egy gondolkodó embernek mondom, akkor azt mondja, hogy ez egy nagy hülyeség. Ugyanakkor érezzük a szívünkben belül, hogy igenis most egy olyan korban, egy olyan időszakban élünk, most azért születtünk le ide, mert egyszerűen itt óriási változások lesznek még a mi életünkben. És az egyesély, amit mi adunk neki, az csak egy pozitív kimenetel lehet, az a másik esély, ami egy kataklizma, egy világvége, egy civilizáció pusztulása, na ez az, amit maximálisan el kell kerülnünk, de ehhez viszont ma már nem elég fotelforradalmának lenni, megvannak már azok a módszerek, eszközök, hogy igenis mindenki, amit a saját környezetébe tud, megtegyem. Na ennyi lett volna a köszöntő része, és igazából aki bejött ide a terembe, mindenki találta a székén egy prospektust, ami valószínűleg egy kicsit termékekről is szól, de én arra kérlek benneteket, hogy igazából az ideológiát és az érzést figyeljétek, ami ebből sugárzik. Egyébként sokkal többet ma már nem is lehet elmondani a termékekről, mert a gyógyszerlobbi olyan módon képes összezárni ma, hogy ha egy gyógynövényről bármilyen pozitív állítást teszünk, akkor annak nagyon komoly, súlyos következményei vannak, ami nem azt jelenti, hogy ettől meghátrálna egy olyan cég, mint a Viva Natura, de igenis kellemetlenné teszi a helyzetét. És fölhatalmazva érzem magam, hogy nagyon sokan kérdeztétek tőlünk, hogy mi van ezzel a GVH-s dologgal. A GVH-s dologgal az van, hogy minket az égvilágon senki nem jelentett föl. Ennek ellenére egy fogyasztóvédelmi bírságot kaptunk egy gazdasági versenyhivataltól, akinek ez nem is jogköre és kötelezettsége, hogy fogyasztóvédelmi ügyekben eljárjon. Nincs mit beszélni egyébként, nincs mit vitatkozni a dologra. Olyan hatáskörökkel van, amire ilyen kis cég, mint mi nem tudunk válaszolni, de mi mindenre tudunk válaszolni, éppen ezért megkerestük azokat az ügyvédeket, akik korábban hasonló témakörökben dolgoztak, és létrehoztuk a táplálkozás kiegészítők érdekvédelmi jogász szövetségét, és most már nem egy ilyen egyszerű kis céggel kell nekik leszámolni, hanem egy nagyon komoly háttér van mögöttünk, mert nem csak minket citálnak oda, hogyha kombucsára azt mertük mondani, hogy nem mondtunk semmit egyébként. Kapcsolt ki a telefonomat. Ugye a kombucsa az onnantól lett, bocsánat, fekete seggű az EU-ba, hogy 95-től azért 2010-ig mindent lehetett róla mondani, mert a kombucsa mint olyan létezett. Na most onnantól, hogy az EU-ba beléptünk, olyan, hogy kombucsa ez nem létezik. Tehát, hogyha egy nem létező dologról valamit állítunk, az nem számít, hogy 5000 év óta használják az emberek, és hogyha nem használna nekik, akkor rég kidobták volna az életükből. Ez semmit nem számít, hát erről semmilyen állítást nem lehet tenni. És hogyha azt merem mondani, hogy az emésztőrendszer bármit segít, akkor már vége. Na most ma itt azért egy pár tízmilliót össze fogunk szedni, de
az a lényeg a dolognak, hogy nem lehet már nekünk se befogni a szánkat. Tehát, hogyha az embereknek nem adjuk oda azokat a lehetőségeket, hogy a természet erejével tartsák egészségesen magukat, és ha van valami gondjuk, akkor ne csak a gyógyszerhez tudjanak nyúlni, akkor minek vagyunk? Akkor a küldetés az semmit nem ér. Tehát ezért úgy gondoljuk, hogy mi nem tudunk más csinálni. Tehát most már 88-ban kezdtem én ezt az egész dolgot, 95 óta én egészségbefektetőként ismer a világ, és ha akarnám, se tudnék most már elmenni egy multihoz dolgozni, reklámszövegeket írni, vagy mit tudom, hogy polcfeltöltőnek a Tescohoz. Én ezt most már végigjátszom. Tehát ez a lényeg a dolognak, hogy egészségbefektetőként, termékfejlesztőként mindent meg tudunk csinálni. Azokat nagyon jól tudtuk. A VNTV-n, ami adások mennek sorozatosan, ez a másképp tudás csatornája. Ez a jelenleg fennálló rendszernek nem tetszik. Na most, mivel a tévében nem tudnak belekötni, egyértelmű, hogy a mögötte lévő gazdasági szervezetet próbálják meg valamilyen módon bántani, és én nagyon megköszönöm nekik, hogy az elmúlt 4 évben ezt nem tették meg, mert meg tudtunk erősödni, és Magyarországon ma már legalább 1 millió ember ismeri a VNTV-t, és rendszeresen nézi. Hányan néznek közületek VNTV-t? Na jó van, köszönöm szépen. Azért is vagytok itt, mert onnan is küldtük a hirdetéseket. De ez egy célkitűzés, egy út, amit mi vállaltunk, amit ti is elvállaltatok, azért vagytok itt ma, mert hogy egyszerűen a másképp tudás, a másfajta életmódra való igény, az minden emberben jelentkezik. Aki viszont a munkaidejét tölti itt, azt is nagy szeretettel köszöntjük. Na, akkor belecsapnánk a mai előadásunkba. Az életminőség, ami különbséget tesz köztem és egy másik ember között. Ugye az egységtudatban mindnyáján egyformák vagyunk, akár ki is legyél, de viszont az, hogy milyen táplálékokat veszel a szádba, milyen ételeket fogyasztasz el, milyen gondolataid vannak, mit csinálsz az életben, mozogsz, nem mozogsz, ez határozza meg az életminőséget. Táplálkozás, mozgás, gondolkodás, hitrendszer. Ha ezek a dolgok rendben vannak, akkor egyszerűen nem tud semmiféle környezeti hatást kicsinálni, egyértelműen folyamatosan tudod magadból generálni ezt a pozitív, szeretetteljes életérzést, amit tulajdonképpen a tudatosság definíciójának is szoktunk megfogalmazni. A tudatosság nem más, mint állandóan a szeretetérzés, szeretetteljes érzés fenntartása. Ha ebből nem tudnak kibillenteni, akkor tulajdonképpen az életminőséged nagyon helyén van. Ugye az ember rengeteg problémát kap a feladatként, amire ide lejött. Most az első előadásban inkább azt nézzük meg, hogy táplálkozás szintjén hogy tudunk ezen segíteni. Egészségünk első számú ellensége a táplálkozás, de inkább közellenséget is szerettem volna mondani. Ugyanis, hogyha megnézitek, hogy tudatos módon a génmanipulált táplálékok most már 95%-ban teszik ki azokat az alapanyagokat, amelyet a nagy élelmiszergyártó koncernek felhasználnak, akkor lehet látni, hogy ennek óriási és ma még beláthatatlan következménye van az emberiségre. Azok a táplálékok, amiket folyamatosan fogyasztunk, és nem tudatosan fogyasztunk el, annélkül hozzászokás, addíciót eredményeznek az életünkben, hogy tudnánk róla, és egyszerűen nem ismerünk magunkra a tükörre, nem tudjuk, hogy miért van energiaszintünk lent a békaposé alatt, és nem tudjuk, hogy miért vagyunk kiszolgáltatottak az életben. Tehát az első lépcső, hogy a megtisztult testben szépüljön a lélek. Mert gondoljuk végig, hogy lehet-e úgy nap mint nap pozitív gondolatokat megélni, cselekedni, hogyha a testünkben például olyan fertőzött, információval fertőzött hús van, ami a szenvedő állattól származik, vagy olyan kémiailag kezelt, sugárfertőzött magokból készült tápanyag van az emésztőrendszerünkben. Nem lehet. Nem lehet. Tehát, hogyha maga a bél agy folyamatosan olyan üzeneteket küld a testnek, hogy valamilyen problémája van, akkor egyszerűen nem tudsz energiaszintben felemelkedni oda, hogy tudatosan és éberen tudjál viselkedni. Tehát ezért az első megtisztítani a testet, és utána méltó táplálékokkal ellátni. Menjünk tovább. Ugye azt gondoljuk, hogy ez mindenkinek egy egyéni kis játéka, hogy ő megtisztul és új útra lép. De ami nagyon fontos, és talán a mai napnak egy másik fontos üzenete lesz, hogy te egyénként vagy
egyszer egy óriási univerzum, mert a te tested sem kevesebb, sem több, mint az az univerzum, amihez a naprendszer, a földbolygó, a nap tartozik. A mi kis mikrokozmoszunk, az tartozik egy nagyobb egységhez, a földanyához, a földanya tartozik a naprendszerhez. De ezt most próbáljuk meg nem fizikai szinten érteni, hanem úgy, hogy mi egy óriási információ halmaz vagyunk. Bármit gondolunk, bármit érzünk, ez ebben a közös rendszerben megjelenik, amiben élünk. Például egy példa erre, hogy az aranykorban nem voltak mérges növények, nem voltak mérges állatok. Egyszerűen ismeretlen volt, ugye? Mert az emberek gondolata, a kisugárzása nem hozta létre ezeket a dolgokat. Amikor a környezetünkben ennyi csúnya dolog történik, tájfunok, a haragunkat megjelenik a viharfelhőkben, akkor tudjátok azt, hogy a gondolat erejével képesek vagyunk bármit megteremteni a saját életünkben, a házastársunk életében. Hát hányszor láttunk példákat, hogy miket alkotunk. Hát nekem a kedvenc sztorim egyébként, hogyha valakire mérges vagyok, akkor otthon fölrobban nálam a kazán. Most már tegnap volt a szerelő, hogy most már kicsit be kéne fejezni, mert most ez egy újból egy kazán volt, és úgy elgondolkodtam, hogy mi a probléma. De hát ha az ember megtalálja az összefüggéseket az életébe, hogy mit miért csinál, akkor rájön, hogy tulajdonképpen nem az az igazi énem, amit a kis bőrzacskóba vagy vizes korsóba van bezárva, hanem az, amit a gondolataim erejével létrehozok. Na most, hogyha a gondolat erejével képes vagyok kazánokat robbantani, akkor a gondolatom segítségével képes vagyok más problémákat is megoldani, és hogyha közösen mondjuk 500 ember ugyanarra gondol, és ugyanazzal az orientációval teszi a dolgát, akkor nem történik más, mint az, hogy a mezőben, ez a jungi mezőről beszélek, ami a kollektív tudattalan, vagy a tudatos részünknek az összefonódása, ez közösen képes megváltoztatni dolgokat a világban. És ha megváltozik a mikrokozmosz, megváltozik a makrokozmosz, és utána az univerzumban és ezek a dolgok megjelennek. Erről szól a kvantumfizika, csak így keménybe nagyon nehéz ezt elfogadni, hogy igenis egyetlen egy ember képes megváltoztatni egy társadalom sorsát. Higgyük el. Erről szól a káoszelméletben a pillangó szárny billegtetés, hogy valahol megbillenteti a szárnyát a pillangó, és ebből bárhol pár ezer kilométerre egy tájfon alakul ki. Használjuk már ki ezt a rejlő erőt, ami van bennünk, hogy 500-an, 1000-en, 10000-en hasonló jó dolgokért képesek vagyunk bármit megtenni. Innentől a termékekről fogunk beszélgetni, mert igazából azért jöttünk. Ugye az előbb említettem, hogy a jelenlegi európai szabályzások szerint két dolog létezik. Az egyik az élelmiszer, a másik a gyógyszer. Semmi közte nincsen. Táplálkozás kiegészítőket felejtsd el. Az, hogy az élelmiszereknek van más pozitív hatásuk, ami több ezer év óta az embereknek segített, arról szó se. A Hippokratész hallana ezt, ami ma történik. Ételünk a gyógyszerünk, gyógyszerünk az ételünk. Kell, hogy legyen. Mi ezt valljuk, na ezt ma büntetik egyébként, de aki ezt vallja, hogy igenis a természet fűben, fában, a növényeiben ott van minden, amire szükségünk van, ebből alakult ki az ember, könyörgöm. Hogyha belenézek a tükörbe, nem 2000 jogszabályt látok vissza, hanem egy természet által gyönyörű Fibonacci számokkal megalkotott élő közeget. Ez vagyok én. Tehát minden emberre, rám is, rád is, a természet törvényei, a mértékadó jogszabályok. Aki ettől eltér, az rövid távon tud élni, de hosszú távon nem tudja fenntartani az egészséget. A jövő orvosa az emberi testet nem gyógyszerekkel fogja kezelni, hanem a gyógyításhoz és a megelőzéshez a megfelelő táplálkozás fogja alkalmazni. Ez Thomas Edison egyébként a táplálkozás terápia egyik atya. Maximális egyet tudunk érteni vele. Menjünk tovább. A jelenlegi jogszabályok abban az irányba mennek el, hogy már a C-vitaminbe akarják tiltani. Romániában, amikor EU-hoz csatlakozott, a fokhagymát próbálták betiltani. Az ő jelszavuk, én Bakanek doktortól tanultam itt a második sorban, a ártani nem használ. Igaz, Gyuri? Konkrétan így van. Na, ezt lehet körülbelül elmondani a termékekről, és a következő éves jogszabály majd rá kell írni, hogy a táplálkozás kiegészítők fogyasztása halált okozhat, ugyanúgy, mint a dohányzás. Na, látjuk, hogyha ebbe az utcába belemegyünk, akkor egyszerűen nincs kiút, ez már a vágóhídhoz vezető út ajtaját véli felderengtetni az emberiség számára. Ehhez viszont egyedül én, meg a kis csapatom felszólal ellene, de kollektívan kell föllépni, hogy emberek, hát ne vicceljetek már, a nagyanyám is ezt csinálta, az anyám is ezt csinálta, mi az, hogy betiltjuk a fokhagymát, mi az, hogy nem lehet C-vitamint, meg nem lehet semmiről semmit mondani.
Tehát ugye az emberek általában nem olyan képzettek, hogy mindenki egy fitoterapeuta legyen, és hogyha nem tudja, hogy mi mire jó, akkor egyszerűen, hát akkor elmegyek és kérek a patikába valamit. És innentől mindenkinek a saját döntése, hogy melyik ajtón lép be. Miben vagyunk a legjobbak? Ez egy kis eszének készült, a prospektusban részletesen ki van fejtve. Mi 95 óta kocsvasztunk kombucsát, akkor körülbelül 100 000 ember vitt el tenyészetet tőlünk, aki úgy szintén otthon kocsvasztja a saját kis kombucsáját, és amikor újra terem, akkor szeretett gombácskaként továbbadja az embertársainak. A kombucsa egyébként az emésztőrendszerre pozitív hatással van maximálisan, ami azt jelenti, hogy olyan szinergista baktériumok óriási mennyiségét tartalmazza, ami a bennünk lévő számunkra emészhetetlen tápanyagokat képes elfogyasztani, és ezáltal tisztítja a szervezetünket. Másnap távozik belőlünk, és ez azt jelenti, hogy sokkal több székletet tudunk produkálni. Tehát igazából egy nagyon egyszerű mechanizmusa van, de minden, ami az emésztőrendszerben rendet tesz, ez tökéletesen megvédi az egészséget, és rengeteg problémánkat képes helyrehozni. A kombucsa koncentrátum az a mi különlegességünk, hogy akár hiszitek, akár nem, a világon egyedül csak mi vagyunk képesek biológiai koncentrációval kombucsát elállítani. Ez másnak nem olyan nagy dolog, de higgyétek el, még Kínában is megpróbálták hamisítani, és hál' Istennek még nincsen itt kínai kombucsa, tehát ebből lehet látni, hogy nem sikerült. A kombucsáinkat olyan módon próbáltuk meg egyébként még fejleszteni, hogy belekerült az inulin, nagyon sokan szeretitek az inulint, ami a baktériumok szuper étke, ugyanakkor egy olyan édesítőszer, ami egyébként a cukorbetegeket sem irritálja, viszont a kombucsa savanykás ízét nagyon komplexebbé, élvezhetőbbé teszi. Ma ezek az inulinnal készült kombucsa koncentrátumok a leglépszerűbbek. És akkor gondoltunk egy bátrat, hogy ne csak ananásszal, papajával készítsük, amit tudjuk, hogy a bennük lévő enzimek miatt még segíti fokozni az emésztést, hanem elkövettük azt a két dolgot, hogy kaporral és szegfűszeggel is csináltunk inulinos kombucsákat. Itt átadnám a szót Vikinek. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először a szegfűszeges C-vitaminos kombucsáról szeretnék beszélni. Egyrészt ugye a kombucsát magát fogyaszthatjuk kúraszerűen, amikor szeretnénk egy kis megtisztulást elérni, hiszen azokat a tápanyagokat, amik emészthetetlenek, képes áttranszformálni, hogy azok kiürülésre képesek legyenek a bélrendszerből. Ehhez kúraszerű fogyasztás szükséges, tehát 2-3 hétig tudjuk akkor fogyasztani, hogyha ezt az eredményt szeretnénk. Illetve érdemes otthon tartani alkalomszerűen is, mert amikor olyan étkezés után vagyunk, hogy egy kicsit felpuffadtunk vagy elnehezültünk, akkor szinte percek alatt képes ezt az érzést enyhíteni maga a kombucsa koncentrátum. A kombucsa mellé került a szegfűszeg, amiről tudjuk a népgyógyászatból, hogy segíti a légutak egészségét, segíti a bélrendszer tisztántartását, antioxidáns ereje van, segíti a szív és az érrendszer munkáját. A népgyógyászatban egyébként a leggyakrabban azért használták, amikor parazita ellen szerettek volna valamilyen természetes növényt használni. Állatoknál, embereknél is ez több száz vagy ezer éve használatos már. Jó. A másik új kombucsa a kapros kombucsa. A kapor képes arra, hogy az emésztéssel járó görcsöket oldja, tehát szintén amikor étkezés után rosszulét jelentkezik, akkor nagyon előnyös, hogy 2-3 perc alatt meg tudja ezt szüntetni. A kaporról tudjuk a népgyógyászatból, hogy a vizeletkiválasztó rendszer munkáját is segíti, különösen akkor, hogyha gond van vele, mondjuk húgyhólyag gyulladásra hajlamos valaki, akkor rendszeres kapor fogyasztással ez megelőzhető, gyógyítható is akár, hiszen hogyha ez bakteriális eredetű ez a gyulladás, akkor a kapor azt képes ezzel szembeszállni. Azt kevesen tudjuk róla, hogy az antibakteriális ereje az vetekszik a fokhagymáival. Tehát amikor a fokhagymára gondolunk, akkor nyugodtan gondoltunk a kaporra is. Az orosz népgyógyászatból terjedt el ez a szlogen, hogy a természet inzulinja. A vércukor szintet képes természetes módon rendezni. Nem úgy, mint az inzulin, hogy beadják az emberek maguknak, és
szinte rögtön. 2-3 hét kaporfogyasztás után figyelhető meg, ezt tapasztaljuk a visszajelzések alapján, hogy a vércukor szint elkezd rendeződni, hogyha gond volt vele addig. A prospektusban a következő nagy rész a 100% tiszta tabletta sorozat. Ez Istvánnak a mondata, hogy gondoltunk egy bátrat, ne szennyezzük kötőanyaggal a tablettákat. Ez ugye azért nagy dolog, mert ha megnézzük a táplálkozás kiegészítőket, akkor ugyanúgy benne vannak az adalékanyagok, a kötőanyagok, színezékek, mindenféle zselék, amik az állagot biztosítják, illetve hogyha a gyártás során hőhatásnak lett kitéve, akkor nem is tudom, hogy utána miről beszélünk, hiszen a hőhatáshoz felbontja az aktív hatóanyagokat, utána az már nem lesz olyan hatású. Viszont ha az élő szárítmányokat sajtolással egy tablettává sajtoljuk, akkor ugyanúgy megmarad benne minden, aminek aktívnak kell, hogy maradjon. Ráadásul nincs mellétéve semmi, csak a növény maga van a 100% tiszta sorozatban, tehát egy spárga tabletta a 100%-ban spárgából áll, a lucerna a 100%-ban lucerna, és így tovább. Ezeket a tablettákat könnyen el lehet fogyasztani, a napi adagolás 4-5-6 szem, de ezeket ugye nem lehet túladagolni, természetes növény, hogy mondjuk céklából mennyit szeretnék megenni, amennyit csak szeretnék, úgyhogy nem kell félni attól, hogy sokat szedünk be. Az is nagyon fontos, hogyha megmarad egységében a növény, akkor a hatóanyagok összjátéka érvényesül. Nem véletlen vannak azok a hatóanyagok egymás mellett egy növénybe, amik, ahogy a természet megalkotta, mert ezek így együtt tudják azt a hatást adni, amit mi szeretnénk. Hogyha kivonásos eljárásokat alkalmazunk, akkor az már megint nem lesz olyan, akkor már elvettünk a természet receptúrájából valamennyit. Itt láthatják a felsorolást, hogy a 100% tabletta sorozatból eddig mik jelentek meg. Brokkoli, búzafű, kapor, lucerna, papaja, spárga, spenót, spirkor, ez spirulina és korella alga, tengerkincsei, zabfű, zöldárpa és zöldvér. Ezekből néhányról később lesz még szó, hogy ezek milyen hatással bírnak. A brokkolit azt emelném ki itt most például, és a zöldvért is. A brokkoli az öngyógyító mechanizmusokat képes beindítani, hogyha rendszeresen szedjük. Tabletta formában 4-5-6 szemet egy nap beszedünk, és csinálunk belőle egy kúrát, akkor a szükséges gyógyulási folyamatok magától be tudnak indulni, tehát a természetes belső orvost fogja erősíteni, például a brokkoli. A zöldvér programnak a termékei a zöld porok és azoknak a keverékei. A legelső, ami megjelent, a Green Mix 9, ami most zöldebb, mint valaha, mert egy gyönyörű zöld eljárással készültek már a benne levő növények, a lucerna, zöldárpafű, zabfű, zöldzab, csalánlevél, a papaja, gyümölcs és levél, petrezselyem, zöldtea és borsmenta. Tehát a minőség megváltozott a gyönyörű zöld eljárás miatt. Kint a Viva Natura pultjánál meg lehet kóstolni, hogy most milyen, hogy néz ki és milyen ízhatással bír. Megfigyelhető a szedésénél, hogy nő a vitalitás, tehát sokkal könnyebbnek érezzük magunkat, és reggeli kávé helyett is ideális, hogyha megisszuk reggel, akkor 10-15 perc alatt érezhető már az energetizáló hatása. Green Mix 9 elérhető kapszula formában is, ahol a borsmenta kimarad belőle, azért, hogy akik homeopátiás szereket szednek, de mégis szeretnék ezt a növényi keveréket használni, akkor ők azt is megtehetik. A Green Mix 9 sikere után jött létre a Green Mix 18, ami még plusz 9 növényt jelent. Itt látható a felsorolás, hogy mik vannak benne. Ugyanúgy lehet fogyasztani, reggel, délután ideális, vízzel elkeverve, szobahőmérsékletű vízzel, de tulajdonképpen, ahogy a szervezetünk kívánja, amikor megkívánjuk, nyugodtan hallgathatunk így a belső hangunkra, akkor lehet és kell fogyasztani. A legújabb zöld keverék, a Green Manna, a testnélek szellemétke. Ezt a nevét azért kapta, mert azokat a visszajelzéseket kaptuk. István mondta, hogy említsem meg, hogy Meditáp nevet is adtak neki a felhasználók, ugyanis ha valaki szellemi elvonulásra készül, vagy hosszabb tartó meditációra megy, akkor ha Green Mannát visz magával, teljes mértékben tudja a testélek szellemet táplálni. Nem, hogy gyengítene minket, ami egy általános étkezés után megszokott, hanem erősít, tehát ugyanúgy szellemileg, lelkileg is.
mert olyan energiákkal bírnak ezek a zöld növények. Ami benne van, a búzafű, spenót, kaporlevél, brokkoli, csalánlevél és petrezselyemlevél. Ízhatásában különbözik a green mixektől, egy kicsit édeskésebb a búzafűnek köszönhetően. A zöldvér tabletta majdnem tulajdonképpen a Green Mix 18-nak a tablettásított változata. Ez is 100% tabletta, tehát az itt felsorolt növények, kapor, spenót, zapfű, csalánlevél, petrezselyemlevél, lucerna, búzafű, zöldárpa, spárga, csicsóka, koriandermag, medvehagyma, borsikafű, cékla, papaja, levél és gyümölcs. Ezek mind élő szárítmányként 100% tisztán vannak tablettává sajtolva benne. Ezt megint lehet kúraszerűen fogyasztani, és akkor a növényeknek az ásványi anyag vitamin tartalmával tulajdonképpen, mintha multivitamint szednénk, olyan hatást érhetünk el vele. A zöldvér programban szereplő zöldek, amik nem keverékek, például az árpafű. Az árpafűről tudjuk, hogy a természet multivitaminjának is nevezi dr. Hagiwara, illetve professzor Hagiwara, mert hogy olyan minőségben, mennyiségben és koncentrációban tartalmaz az ásványi anyagokat, vitaminokat, enzimeket, ahogyan az az emberi szervezet számára a legideálisabb. Tehát ha multivitaminban gondolkodunk, akkor az árpafű maga is megállja a helyét, mind a mellett, hogy a pH egyensúlyt helyre tudja tenni, illetve növényi fehérjekkel és egyéb anyagokkal gazdagít, enzimekkel még minket, hogyha szedjük. A búzafűről szinte ugyanez elmondható, illetve az a tapasztalat, hogy képes az allergiás reakciókat csökkenteni. Pollenallergia esetén, hogyha előre tudjuk, hogy mikor jelentkezik az allergia szezon, akkor 3-4 héttel előbb, ha elkezdjük fogyasztani, akkor vagy nem jön ki az allergia, vagy sokkal kisebb mértékben fog jelentkezni. Cukorbetegek is pozitív visszajelzéseket adtak, különösen akkor, hogyha újonnan indul a cukorbetegség, akkor egy erőteljes búzafű kúra akár képes még visszafordítani is ezt. A zapfű erőteljesen energetizál, és abban különbözik a legtöbb zöldtől, hogy sokkal magasabb a D-vitamin tartalma. Talán ennek köszönheti azt, hogy a népgyógyászatba úgy vonul be, mint szorongásoldó, hangulatjavító zöld növény. Emellett még használják húgysav ellenes terápiákba, tehát amikor a húgysavat kellene kiüríteni vagy megakadályozni, hogy lerakodjon, akkor tud segíteni, illetve a koleszterin szint rendezésére is szoktuk javasolni a zapfűnek a fogyasztását. A lucerna szintén energetizáló zöld, növekszik a vitalitás, hogyha fogyasztjuk. Mindamellett tele van multivitaminnak is használható, tele van ásványi anyagokkal, vitaminokkal, kiemelhető a folsav tartalma például, ami előnyös mindenkinek, folsav hiányában sokkal fáradékonyabbak vagyunk. Az élő szárítmányok néven jöttek ki a szárított porok, most Viva Natura szárítmányok néven elérhetőek már, prémium minőség. Az élő szárítmányok szót azt nem engedték nekünk használni, erről István tudna mesélni, ezért lett most Viva Natura szárítmányok prémium minőség. Itt látható egy felsorolás, ami már igen hosszú, hogy mik azok a porok, amik eddig megjelentek. Ilyen alutasakban lehet őket megvásárolni a Viva Natura pultnál. Most hármat szeretnék közülük kiemelni, az újakat. Az első a fokhagyma, mint élő szárítmány, ami ízhatása miatt került be a porok közé. Majd fogjuk látni, hogy a porokkal mi mindent lehet csinálni. Nem csak az élettani hatások miatt, hanem kiváló ételeket is lehet belőlük készíteni. És a fokhagyma, mint olyan kiváló ízalap a többi keverékhez. C-vitamin és szelin tartalma jelentős, antioxidáns hatása van, immunstimuláló, segíti a magas vérzsír szintnek a rendezését, illetve B-vitaminokat is tartalmaz. A paradicsom, mint élő szárítmány jelentős B-vitamin forrás, C-vitamin forrás. A színét egy karotin származék adja, melynek likopin a neve. A likopin is antioxidáns tulajdonságú, segíti az immunrendszert és szabályozza a zsíranyagcserét. És itt szeretném azt megemlíteni, hogy a poroknak a felhasználása az igen sokrétű. Egyrészt ugye használhatjuk az élettani hatásuk miatt, ha valamilyen egészségi állapotot szeretnénk rendezni vagy megelőzni. Ebben az esetben a porokat úgy fogyasztjuk, hogy vízzel elkeverjük,
hideg vagy szoba hőmérsékletű vízzel, és akkor minden nap megiszunk egy dózist belőle, akkor élvezhetjük azokat a hatásokat, amikkel bírnak. Amikor meleg vízzel szeretnénk például a paradicsomport felönteni, akkor már számolni kell azzal, hogy ezek a hatóanyagok felbomlanak, a szerves kötések felbomlanak, akkor már nem élvezhetjük azokat a hatásokat, csak az ízhatást, és hogyha főzéshez használjuk, akkor pedig kiváló ételeket lehet belőle készíteni, akár főzve, de később ki fogok még térni Gittának a szakácskönyvére, amiről majd ő is fog mesélni, az élő szárítmányokból fogja nekünk elkészíteni. A likopin egy kivétel, mert hogyha meleg vízzel használjuk, a likopin nem károsodik ettől. Tehát amikor paradicsomlevest főzünk, a likopinnak a hatásai ugyanúgy érvényesülnek. Ezzel ő egy különböző por a többitől, mert a többinél ezt nem mondhatjuk el. Ott figyelni kell azzal, hogy meleg vizet vagy hideg vizet teszünk, azerint, hogy terápiás hatást szeretnénk elérni, vagy pedig finom étket szeretnénk készíteni magunknak. A piros paprika is megjelent, mint új élőszárítmány. Jelentős C és A vitamin tartalma van, az ásványi anyagok is nagy mennyiségben fordulnak elő benne, segíti az immunrendszer munkáját, az emésztési folyamatokat, antioxidáns, gyulladáscsökkentő, kapszaicin tartalma miatt fájdalomcsillapító, külsőleg is használták a népgyógyászatban emiatt a hatása miatt, illetve van egy erőteljes nyálkoldó hatása is. A porokból készíthetőek levesek úgy is, hogy csak összeöntjük őket úgy, ahogy szeretnénk, ízlés szerint, és akkor felöntjük vízzel, már is fogyasztható. Most a Viva Natura pultnál a paradicsomlevest lehet megkóstolni, ami élőszárítmányból készült, és javasoljuk is, hogy ezt tegyék majd meg a szünetben. Lénárd Gitta, aki itt ül mellettünk, fogja tartani a következő előadást. Őt kértük meg, hogy készítse el a szivárvány szakácskönyv receptjeit az élő szárítmányokból. Nyers vegán recepteket állít nekünk össze, ez ugye azért is fontos, mert akkor ugyanúgy megmaradnak az aktív hatóanyagok, tehát egy-egy pornak a hatásait ugyanúgy élvezhetjük majd az ő általa elkészített receptekben is. Az édes gyökér kapszula is egy újdonság, amit szintén a prospektusban is láthatnak. Nézzük meg, hogy mikor fogyaszthatjuk. Segíti az emésztőrendszer működését, immunrendszer erősítő, felső légúti problémákra javasolt, segíti a mentális nyugalmat, energetizáló és gyulladáscsökkentő. Ezek ugye az ismertebb hatásai, de igazából azért került be a prospektusba, mert van egy olyan hatása, hogy segít nekünk, amikor stresszben élünk. Ezt úgy tudja megcsinálni, hogy stressz hatás esetén a mellékvesek kiválaszt egy kortizol nevű hormont. Ez a hormon felelős azért, hogy mi a stresszreakciókat túléljük. Hogyha hosszú távon, hosszantartó stresszben élünk, akkor a mellékvesének ugye folyamatosan elő kell állítania ezt a hormont, és ebben bizony egy idő múlva elfárad. Azt szokták mondani, hogy a mai világban 40 éves korára mindenki borítékolhatja magának ezt az állapotot, hogy a mellékvese az elfáradt a stressztől. Ennek ugye van egy olyan hatása, hogy állandóan fáradtak vagyunk, nem tudjuk magunkat kipihenni, hiába alszunk, utána is jelentkezik a fáradtság, a lehangoltság, kedvtelenség, és előbb-utóbb egyéb élettani hatásokat is meg lehet figyelni. Az édes gyökér viszont azt tudja csinálni, hogy amikor stresszben vagyunk és jön a kortizol hormon, ha van édes gyökér a szervezetünkben, akkor ennek a hormonnak az élettartama megduplázódik. Tehát a mellékvese munkáját fogjuk ezzel megkímélni, és ez hosszú távon egyáltalán nem mindegy, hogy ezt megtesszük vagy nem. Lehet ugye az édes gyökeret használni kúraszerűen, de lehet úgy is használni, hogy amikor éppen stresszesebb napok vannak, akkor beszedünk minden nap egy-két kapszulát, és már megtettük ezt a hatást, hogy a mellékvese munkáját segítjük vele. A Napikánál visszaadom Istvánnak a szót, mert ez az ő ötlete volt, hogy miért ez a neve, és mi is tulajdonképpen ez a Napika. Köszönöm szépen. Két gondolatra szeretnék visszakanyarodni. Egyrészt ezt az élőszárítvány, prémium szárítvány szeretném elmondani. Tehát ugye az élőszárítmány, ez már utal valamire, hogy ez biztos élő. Tehát nem tudtam a hatóságokkal vitatkozni. Ugye mitől élőszárítmány egy élőszárítmány? Hát persze senki nem gondolja, hogy a szárítmány szó mellé rakott élő szó az azt jelenti, hogy itt egy élő növényt adunk oda az embereknek, de viszont mitől élő a szárítmány?
ha egy élő szárítmányt veszünk alapul, akkor hogyha ahhoz vizet adok, akkor vetekedjen a frissnek az illatával, ízével, és a benne lévő hatóanyagok ne bomoljanak le. Na most, amikor az illata, az íze, a konzisztenciája megmarad, akkor nagyon jó esélyünk van kijelenteni azt, hogy a hatóanyagok benne vannak, mert például, amikor elkezd lebomlani egy, beszéljünk valami spenótról, vagy elkezdjük hőkezelni, és sárga lesz valamilyen gyógynövény, vagy zöld levél, akkor abban biztosak lehetünk, hogy a szerves kötések, mint olyanok, meghaltak, az emberi szervezet számára felszívódhatatlanul állapotba kerültek. Ha viszont víz hozzáadásával szinte ugyanazt tudom produkálni, mint ami a frissben megtalálható volt, akkor jó esélyünk van kijelenteni azt, hogy az élettani hatásaiban vetekszik. Ugyanakkor kijelentem mindig, hogyha van lehetőség, hogy friss búzafű préselt levét igyük, annál nincsen jobb, vagy bármit megtehetünk, de nap mint nap nincs erre módunk, hogy minden ilyet meg tudjunk tenni. Ráadásul, hogy vándorló nép vagyunk, elég sok mozgás lesz mostanában az életünkben, ha elhiszitek, ha nem, és mindenféleképpen nagy szükségünk lesz arra, hogy aki nem tud húst fogyasztani, de tiszta táplálékot szeretne kapni, elegünk van abból, hogy nem tudjuk, hogy mit teszünk, ha elmegyünk a közértekbe, nem tudjuk, hogy az alapanyagok génmódosítottak, vagy sugárkezeltek, vagy Isten tudja milyenek, akkor igenis, aki egészségtudatos, már pedig annak kapcsán jött ez az egész létre, elkezdtünk egy olyan irányba menni, aminek a vége az, hogy ezekből a porokból tudunk leveseket készíteni, tudunk akár nyersfasírtot készíteni, vagy akár süteményt készíteni. Tehát, és ez annélkül, hogy kilépnénk a konyhából, ezek otthon vannak. Visszatérve a piros paprikára, mi a fenét keres nálunk a piros paprika? Jogosan tenném fel a kérdést, ha nem lenne óriási problémám nekem is elmenni az üzletekbe, és egyszer nem kapok magyar piros paprikát. Onnantól, hogy úgy szintén fölvásárolták az univert, és nem magyar piros paprikát teszünk, hanem távoli országokból érkező gyönyörű barna porokat, onnantól igenis igény volt a számomra, hogy szerezzünk be magyar piros paprikát, és amit mi használunk, azt használhatjátok ti is. Ez csak egy dolog volt a gyógyhatásai mellett. A napika, hát ezt megint Bakanek doktor úr el fogja nektek magyarázni, hogy mitől napika a napika, aztán mitől két napika, de ez most az ő része, nem az enyém. Az a lényege a napikának, hogyha jó végig gondolom, és bemegyek egy bioboltba, hogy mennyi minden jó lenne nekem nap mint nap fogyasztani, akkor kirakok 7-8 féle kis dobozkát magam elé, akkor kiderül, hogy nem tudom kifizetni, mert összességében nem tudok annyi mindent megvenni. És akkor gondoltunk megint egy bátrat, és egy kis tasakológépet felvásárolva elkezdtünk az egészséget nap mint nap kiporciózni. Tehát van egy alapcsomagunk egyelőre, meg van egy nőkércsomagunk, amiben az előbb említett 100%-os tabletták, illetve a saját magunk által gyártott kapszulákból válogattuk ki azokat, amikre úgy gondoljuk, hogy nap mint nap szükségünk van. Ha valaki mondjuk nem 50 kilós, hanem mondjuk 80-90 kilós, akkor logikusan kvalitatív és kvantitatív mennyiség következtében kettőt kell belevennie, elfogyasztania. De mi ennek a lényege? Egy kávét, én rég ittam kávét, nem kapunk pár száz forint alatt, egy napika csomag 250 forintba kerül, és úgy van kiszerelve, hogyha egy nap van 250 forintod, akkor is be tudsz menni a boltba, nem kell több ezer forintért vásárolnod, hanem a mindennapi egészség kiporciózott mindenki számára elérhető. Igenis, ez is egy óriási igény, rengeteg nyugdíjas telefonál, ír, hogy miért nem lehet kicsomagolva kapni a tasakos porokat, stb. A jogszabályok ezt sem engedik meg, viszont a napika úgy éreztük, hogy egy áttörés ilyen szempontból, hogy kiporciózott egészséget odaadjuk. A Viki azt hiszi, hogy hosszasan tud ülni, pedig ez nem így van, mert a benne lévő összeállításokat szeretném, hogyha elmondaná. Még mielőtt elmondanám az összeállítást, szeretném azt elmondani, hogy hogy is kell a porokat értelmezni. Kérdezik tőlünk, hogyha miért nem elég egy almát megenni, vagy akár egy céklát megenni, hogyha szeretnénk vele egy terápiás hatást elérni. Nem tudunk minden nap annyit enni belőle. Több kilónyi zöldségből lesz pár dekányi por. Tehát amikor pár dekányi port elfogyasztunk, akkor gondoljunk arra, hogy több kilónyi zöldségnek, vagy az adott növényből több kilónyinak fogyasztjuk el a hatóanyagait, az ásványi anyagokat, a vitaminokat. Tehát amikor már terápiás hatást szeretnénk, akkor ez igenis fontos, hogy nagy dózist hogyan tudunk bevinni. Nézzük még egyszer például a brokkolit, hogyha szeretnénk elérni azt, hogy beindítsa az öngyógyító mechanizmusainkat, illetve ismerjük, hogy van benne egy szulforafán nemű
anyag, ami a daganatos terápiáknak az egyik alappillére segíti a gyógyulást, akkor lehet, hogy mondjuk brokkoliból nem tudnánk akkor a mennyiséget minden nap heteken keresztül megenni, mert egyszerűen nem kívánjuk már egy néhány nap múlva. Porformában vagy tablettaformában viszont könnyedén elfogyaszthatjuk hetekig is, és az sem baj, hogy szezonális vagy nem, hiszen minden nap elérhetővé válik így. Visszatérve a napikára, a napika alapcsomag, ami tulajdonképp úgy lett összeállítva, hogy milyen minimum ásványi anyagokra is, vitaminokra van szüksége az embernek egy nap. A C-vitamin piros paprikával és hibiszkuszvirággal kapszulával bekerült. C-vitaminre ugye minden nap szükségünk van az egészség fenntartásához, szintén stressz esetén is nagyon fontos, és egyáltalán nem mindegy, hogy van egy C-vitamin a szervezetünkben. Megamag plusz kapszula. A megamag azért is fontos, ugyanúgy visszatérve a stresszre, amikor stresszesek vagyunk, akkor a magnézium lesz az első ásványi anyag, ami kiürül a szervezetből. Ha nagyobb mértékű a kiürülés, akkor ez már jelentkezhet fejfájással vagy izomgörcsökkel. Lábban szokott általában ugye jelentkezni, amikor húzódik az izom, és az fájdalmas. Viszont ha magnézium nincs a szervezetben, akkor 300, illetve több mint 300 enzim nem tudja végezni a munkáját. Ananász, papaja, kurkuma kapszula, ez egy enzim tartalmú kapszula. Sokat beszélünk arról, hogy vitaminokat és ásványi anyagokat pótolni kell, de ma már az is fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az enzimeket is. Csak az élő ételek tartalmaznak enzimeket, márpedig ahhoz, hogy az emésztés maradéktalan legyen, ahhoz kell, hogy enzimeket is bevigyünk a szervezetben. Nővér plusz tabletta, aminek a cékla a hatóanyaga, vagy a cékla van bennem legnagyobb mennyiségben. 100% búzafű tabletta. Tulajdonképpen a napi alapcsomag az a napi vitamin szükséglet, ásványi anyag szükséglet, enzim szükséglet. A nőkért csomag pedig ugyanezt kifejezetten a nőkre alakítva, ahol már a cékla is fontos a vasforrás miatt például. Ugyanúgy megvan a multivitamin forrás a nőknek is, a C-vitamin forrás is. Tehát vannak ezek az alapok, amik minden kettőben kell, hogy legyen a C-vitamin, magnézium és az enzimek. Így, ha ezt a dobozt megnézzük, akkor ebben vannak a kis tasakok benne, amit meg lehet kapni egy napi áráért, már egy tasakot. Egy napi kávéára. A kolonkontroll újra ide került. Már régóta ismerjük, nagyon sokan elvégezték, már több mint 15 000-en. Azért, mert az indító termék, a Magic Basic, az ugye lecserélődött a starter kapszulára. A starter kapszula az egy keserű sótartalmú kapszula. A Colon Control, mint béltisztító program első lépése lett a starter kapszula, aminek a feladata az, hogy a bélrendszerben lerakódott pangó anyagokat elkezdi fellazítani, hogy azok aztán kiürülésre alkalmassá váljanak. Ha nem csinálunk tisztítókúrákat, és nem figyelünk oda az étkezésünkre, akkor pár év alatt bizony vannak pangóanyagok a bélrendszerben, amik megkövesednek. 10-15 év alatt ez már több kilónyi pangóanyag is lehet. Nehezen ürülnek ki, sőt maguktól nem is mozdulnak meg. A bélrendszer átjárhatóságát ugye csökkentik, és a felszívódás sem lesz tökéletes, hiszen rátapadnak a bélbolyhokra. Hiába viszünk be egészségünknek anyagokat, hogyha azok nem tudnak felszívódni, tehát ezért nagyon fontos az, hogy időről időre a tisztításra is odafigyeljünk. A starter kapszulatát megmozdítja a lerakódó pangó anyagokat, és utána bekapcsolódik a likarab kapszula, ami pedig kiűzi a parazitákat, hogyha azok vannak, márpedig, hogyha lerakódások vannak, akkor azok otthont adnak az olyan mételyeknek, férgeknek is, amik nem kívánatosak. Hogyha megindulnak a lerakódások, akkor ezek a paraziták szeretnének elmenekülni, de ha jön utána a likarab kapszula, akkor nem tudnak elmenekülni, csak kiürülni fognak tudni. Majd a My Protector tabletta kapcsolódik be, ami pedig a máj munkáját fogja segíteni. Ugye mai korunkban a májnak igen megnőtt a méregterintő szerepe, hiszen annyi méreganyagot viszünk be, nem tudunk mindent kikerülni, hogy erre is oda kell figyelni egy méregtelintés során, hogy a megnövekedett munkát azt tudjuk a májnak segíteni. Utána bekapcsolódik a kolonkontroll por,
amiben nagyon sok növény található, ezeknek az összessége adja meg azt a hatást, hogy a bélrendszerbe olyan állapotot fog teremteni, ami a legideálisabb, és ebben az állapotban akár fél óránként meg tudnak duplázódni a bélbaktériumaink, tehát a saját bélflóránkat erősíti vissza. Ez nagyon fontos, mert a bélflóra az ugyanannyira egyedi, mint amennyire az új lenyomatról is állítják, tehát nincs két olyan bélflóra, ami hasonló lenne, ezért a probiotikum helyett ezt szoktuk ajánlani, hogy itt nem arról van szó, hogy bevisszük a probiotikumot, és vagy megtelepszik, vagy nem, hanem ez a rendszer a saját flóránkat állítja vissza. Amikor ez megvan, akkor lehet fogyasztani az aloe vera juice-t, ami azért került ide, a bélbolyhok, hogyha megkárosodtak, elkoptak, akkor képes visszaépíteni, illetve segíti, hogy a szervezet maga visszaépítse, hogy aztán megint legyen immunsejttermelés, és meginduljon a felszívódás valóban úgy, ahogy az arra szükség van. A sportos kortalan élet a prospektusban a másik fejezet, amiben szerepel a zöld kagyló. A zöld kagyló kapszula a glükozamin tartalma miatt jelentős, segíti az izületeknek, porcoknak az élettartamát, a működését, az egészségét, képes a porcszövetet visszaépíteni, tehát a szervezetet segíteni, hogy visszaépítse, hogyha az szükséges. Hogyha hosszú távon szeretnénk, vagy intenzíven terheljük magunkat, akkor megelőzésként is lehet fogyasztani, illetve ha már probléma van, akkor pedig mindenképpen ajánlott. A glükozamint lehet gyógyszerként is vásárolni, akkor már ki van vonva, és hozzá vannak adva egyéb anyagok. Így viszont természetes környezetében van az zöldkagylóban benne, ahogy megalkotta a természet. A spirulina, corella alga is megtalálható ebbe a csoportba. Az algákat is lehet multivitaminként is felfogni, mert tele van számos értékes anyaggal, amire szükségünk van, illetve a chlorella algáról ismeretes a nehézfém kivezető hatása, ami megint csak nem egy utolsó szempont, hiszen nehézfémekkel is találkozunk nap mint nap. A tenger kincsei tabletta, ami szintén 100% tiszta tabletta, tartalmazza az előbb két említett algát, és mellette van a korálkálcium, ami segíti a csontoknak az egészségét, és az előbb említett zöldkagyló, tehát ez így komplexen tartalmazza ezt a négy összetevőt. Az emésztés rendőrei. Az előbb említettem már a Licarab kapszulát, a kolonkontroll program tagjaként, de természetesen önállóan is fogyasztható. Kurkuma, örölt, szegfűszeg, emesempor, oregano levél és olaj, grapefruit magolaj és teafaolaj található benne. Ezek mind-mind olyan növényi összetevők, amiket a népgyógyászatból ismerünk, hogy igen erőteljes antibakteriális, gombaölő, vírusölő hatással rendelkezik, kitakarítja a parazitákat a bélrendszerből. Tehát a Licarab kapszulát elővehetjük akkor, amikor szeretnénk egy-egy ilyen parazitaölő kúrát csinálni, azt megszoktuk és elfogadjuk, hogy a háziállatainknak csináljuk, de mégis arra nem gondolunk, hogy mi magunknak is szükségünk van erre, mert bizony nálunk is megtelepedhetnek ezek az élősködők. Ha legalább egy évben egyszer-kétszer megcsináljuk, akkor sokat segítünk vele az egészségünknek, illetve lehet úgy is használni a Licarab kapszulát, hogy amikor emésztőrendszeri betegségről van szó, például vírusos hasmenésnél, akkor nagyon jól elő lehet hozni az antivirális, antibakteriális erejét, hamar ki tudunk jönni ezekből az állapotokból a fogyasztásával, és bátran lehet fogyasztani akár kétszer-hármat is egy nap, hogyha ezt a hatását szeretnénk elérni. Az ananász, papaja, kurkuma enzimkomplex, amit a napikánál említettünk, hogy ott is bekerült, nagyon-nagyon fontos, hogy pótoljunk az enzimeinket, hiszen a főtt, sült ételek már nem tartalmaznak enzimeket, már pedig ahhoz, hogy az ételt megemészszük, ahhoz enzimek kellenek. Tudjuk ma már azt, hogy egy adott enzimkészlettel születünk, minden enzimeknek, az enzimek munkájának, sokaságának az összessége az, hogy mozgunk, hogy gondolkodunk, hogy beszélünk, viszont ha nem viszünk be az étkezéskor enzimeket, akkor máshonnan kell a szervezetnek átcsoportosítani őket, hogy az emésztést megvalósuljon. És akkor bizony ebből a véges enzimkészletből veszel enzimeket, mert az étel az nem maradhat megemésztetlen, ha bevittük már. Így egyáltalán nem mindegy, hogy az enzimkészletünkkel hogy gazdálkodunk, hogy az meddig lesz elég. Tehát jegyezzük meg azt, hogy nagyon fontos élő ételt enni, zöldséget, gyümölcsöt minden nap. Amikor erre nincs mód, akkor kell ezeket az enzimkomplexeket fogyasztani, illetve ebédkor, amikor főtt ételt teszünk, akkor is
automatikusan kiegészíthetjük vele. A szervezetünknek nagyon sokat segítünk, hogy nem máshonnan szedi el az enzimeket, hiszen mi bevisszük azokat az enzimeket, amik szükségesek ahhoz, hogy létrejöjjön az emésztés. A My Protector kurkuma, papaja, levél és gyümölcs Mária tövismag tartalmú tabletta, ami a májnak a munkáját segíti, segíti a májsejteknek a regenerációját, pont azért, mint ahogyan említettem. Olyan világban élünk, hogy minden méreganyagot nem tudunk kikerülni, ezért a májunknak a munkája az elmúlt években megnövekedett a méregtelenítő feladata. A My Protector tablettával, ha csinálunk egy-egy kúrát, akkor segíthetünk neki ebben, hogy ezt el tudja látni. A papaja, mint enzimforrás, külön 100% tiszta tablettaként is megtalálható. A benne található papain enzim a fehérjeemésztést segíti. Ez jó hír a húsevőknek, hiszen a hús az nagyon nehezen emésztető és megterheli a szervezetet. Viszont egy kis papajával meg lehet ezt könnyíteni. A papajának különlegessége, hogy savas és lugos közegbe egyaránt tud érvényesülni, hogy nem is kell arra gondolni, hogy most milyen irányba tartunk, hogy vagyunk, mert mindenképpen el tudja végezni a munkáját, mind a mellett, hogy ő is tartalmaz ásványi anyagokat, vitaminokat, hiszen ugyanúgy nem volt kitéve hűhatásnak, mint ahogy a többi 100% tiszta tabletta sem. A C-vitamin háromféle formában elérhető, az egyik egy kapszula, amiben csipkebogyó és hibiszkusz van, elérhető alutasakos porformájában, amiben egy kis adagolókanál van, és akkor mi magunk tudjuk kiadagolni, hogy mennyit szeretnénk fogyasztani, folyadékba bele lehet tenni és meginni, vagy akár kihűlt teában, és meg elérhető a C-vitamin piros paprikával és hibiszkuszvirággal is, ami szintén kapszula. Azért fontos, hogy az aszkorbinsav mellett mindegyik termékben benne van olyan növény, ami tartalmaz természetes formában C-vitamint, mert a növényi C-vitamin mellett vannak azok az anyagok, flavonoidok, egyéb balasztanyagok, amik szükségesek ahhoz, hogy az aszkorbinsav felszívódjon. Csak így szabad nagy mennyiségű C-vitamint fogyasztani, hogyha csak aszkorbinsav, akkor nagy dózisnál már gond lehet vele, ha több ezer milligramot szeretnénk egy nap fogyasztani. Én magam például az alutasakost fogyasztom, és sokszor 4-5-6 ezer milligramot is egy nap elfogyasztok belőle már hosszú idő óta. A doboznál Istvánnak visszaadom a szót. Nagyon köszönöm. Az idő szalad, egy pár gondolatot csak. Ez a varázsdoboz nekem régi álmom volt, ugyanis egyszer tartottam egy előadást valahol lényegtelen, és jött Egyiptomból egy hölgy, G-nek hívták, ez is nem mond sokaknak semmit, és azt mondja, Egyiptomban most már 15 éve kísérleteznek hatszögletű tárgyakkal, ami azt jelenti, hogy az egyiptomiak is hasonló geometriai formában tartották az élelmiszereiket, és azt tapasztalták, hogy sokkal tovább maradt friss, meg energikus. Nem nagyon foglalkoztam vele akkor, ugyanakkor most az élő szállítmányok kapcsán, amikor a konyhába beraktam alutasakokat, nekem se tetszett túlzottan, ezért találtam ki, és nagyon népszerű a hölgyek körébe, hogy ilyen hatszögletű tárolányét csináltunk. Egy kicsit ránézünk arra, hogy a természetben például nem véletlen, hogy a hatszögletű sejteket valahogy DNS úton kombinálva, de benne van a méhecskék agyába, hogy ilyen hatszögletű alakzatot hozzanak létre, ahol éveken át akár a mépempő, a kipergetetlen méz, az frissen marad. Ennek volt a következménye az, hogy szereztünk hozzá hatszögletű üvegeket is, nem véletlenül, illetve a méhesek talán véletlenül, mert a méhsejtek alapján választották a hatszögletű üveget, de mi tudatosan készítettük el ezt a hatszögletű dobozt a kis spiráljával és a hozzátartozó üvegekkel. Akinek már volt tapasztalata, körülbelül 50 dobozt vittek el idáig összesen tőlünk, azok egyértelműen visszajelezték, hogy állandóan friss illatában, hatóanyagaiban nem károsodnak ezek az anyagok. Én mindenkinek javaslom, aki hosszú távon élő szállítmányokkal szeretne foglalkozni, az egyszer valamikor húsvétkor, karácsonykor, vagy éppen ma kedvezményesen szerezzen be egy ilyen dobozkát. És akkor annyit, hogy hol találkozhatnak velünk, ugye a VNTV-t azt mindenkinek tudjuk ajánlani, hétről hétre Viva Natura, Vivat Natura címmel tudunk egy adást biztosítani. Most már a Fix TV-t is
sikerült megkérnünk arra, hogy hetente szerdán 6 óra 5 perckor adja az adásainkat. Erre azért volt nagy szükség, mert aki még tévét néz, és vannak ilyen kábeltársaságok, oda befogadták a fix tévét, és akkor ilyen módon ott is tudunk. A hálózat tévé után maradt egy óriási űr, elég sok igény volt erre, tehát ez a fix tévé fogja ellátni. Az RTL Klub egészségkalauz műsorában most már lassan egy éve, minden vasárnap az élő szárítmányokról beszél, főleg Viki és az ide tartozó receptekkel. Amikor meg lesz Kittának a szakácskönyve, akkor meg a kész receptekkel fogunk ugyanezen a csatornán jelentkezni. Nem titkolt célunk, hogy egy új egészséges gyorsétel sorozatot hozzunk létre, mert képzeljétek el, hogyha egy ilyen por levest fölkevertek vízbe egészséges, és akkor az összes tasakos leves ki lehet dobálni, amit egyébként ma már a gyerekétkezésből kitiltottak. Tehát nagyon lassan azért a másik oldal is biceg, de nekünk, hogyha ilyen csodálatos poraink vannak, már pedig ehhez kellett 15 év, nekem is kaparta a torkomat az első Grimix 9, nem csak nektek, tudjátok meg, de ma már tudunk olyat csinálni, és ezért szeretném, ha megkóstolnátok, hogy valóban prémium minőségbe tudjuk a zöld porokat, piros porokat, sárga porokat előállítani. Egyébként ez is nem könnyű dolog, tehát a világon nem sokan tudják ezt megcsinálni, ez is magyar technológia, hogy ebben van jövő a nyersételekben, még hogyha ezeket sok esetben friss és a szárított porokkal kombinálva tudjuk elfogyasztani. És megint ugye miről szól az egész? Az egészség legyen olyan olcsó, hogy mindenki számára megfizethető legyen, ez Harald Tizének a szavai, egyébként jövőre jön ide és fog előadást tartani újból, Ausztráliából, ő a kombucsa atya, nem sokan tudjátok. És gyakorlatilag ez a fajta gondolkodásmód, hogy igazából 1000 forint alatt 15-20 deka olyan port tudunk adni nektek, amit egyébként tabletta formájában több ezer forintért tudtok csak megvenni, jóval kevesebbet. Ez mind abba az irányba megy el, hogy mindenki otthon saját maga készítse el a saját egészségét és gyógyító táplálékát. Például ezekből a porokból nagyon sok helyen most már a Breus diétához mindenünk megvan, amit kell. A Breus diétát ismeritek egy páran, hogy akinek bármiféle daganatos problémája van, az első az, amit fölírnak neki, az a Breus diéta. Na most ott is azt mondom, hogyha abban az időben minden ott van frissen, akkor csak abból szabad csinálni, különben meg bátran használni ezeket a prémium termékeket. Én nem tudok igazából semmi többet mondani, én megköszönöm a figyelmeteket, ez nem volt rövid előadás, de 72 termékünk van, abból most 20-at tudtunk elmondani, de nektek még ez is sok volt, de remélem nem ez vicc volt természetesen. Én nagyon megköszönöm Vikinek is a segítséget, és Adriennek odaadom, mert látja, most már 5 percet csúsztunk című része van. Köszönöm, és akkor még délután is találkozunk.